Nézzük most egy olyan törtet, amelynek relatív elég nagy a nevezője. 48,529. 48 egész, tehát a 48 és a 49 között fog elhelyezkedni. Itt csak a számegyenesnek ezt a részét fogom ábrázolni. És eléggé problémás lenne, hosszadalmas lenne most a 48 és a 49 közötti részt fölbontani 29 részre. Ha most azt mondom, hogy ennek a 29 résznek mennyi is a fele, ugye, hogyha 28-at veszek, megközelítőleg könnyebben tudok számolni, az 14, az azt jelenti, hogy a közepén a 14, illetve 14 és fél, hogyha pontosabb akarok lenni. Mennyi van nekünk? Csak 5. Ez még mindig kisebb, mint a fele. Hát akkor a 14-et még felezem, és azt jelenti, hogy itt lesz durván a 7, 14, illetve 21, 29-ed. Ez azt jelenti, hogy az 5,29-ed még mindig kisebb, mint a negyed, amit meghatároztam, tehát most már pontosabban be tudom tájolni, hogy hol is fog elhelyezkedni a 48,529-ed. Természetesen ez nem olyan pontos módszer, mint az előző, viszont még egyszer hangsúlyozom, nagyon nehéz lenne 29 egyenlő részre fölbontani. Itt helyezkedik el tehát a 48,529-ed. Az eddig elhangzottak alapján nézzük most egy szöveges feladatot. Anna és Dávid egy-egy tábla ugyanolyan csokoládét kaptak. Anna megette a saját csokiának háromnegyedét, íme itt található Anna, eszi a csokoládét, és ennek a háromnegyedét, míg Dávid saját csokiának, ugyanolyan csokiról van szó, 5/6-át. Melyikük evett meg több csokit? Hát, hogyha most Annát vesszük figyelembe, akkor ugye azt mondja, hogy háromnegyedét. Tehát négy részre kell, hogy fölbontsam, és ebből veszek egyet, még egyet, és még egyet, tehát háromnegyedet. Míg Dávid esetében ugye 5/6-át, 6/6-okra kell, hogy fölbontsam, ez pont egy ilyen sor lesz. 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 és 5/6. A rajz alapján könnyűszerrel meg tudjuk számolni, hogy hány szemet evett meg Anna, ugye ez 18, 6, 6, 6, tehát 18, illetve Dávid 4, 4, 4, 4, 4, 5x4, az 20. Így könnyen tudunk választ adni erre a kérdésre, Dávid több csokit evett meg. Nézzük, hogyha ezt most számegyenesen, illetve törtek segítségével próbáljuk megoldani ezt a feladatot. A mi feladatunk tehát az lesz, ábrázoljunk két törtet, háromnegyed, illetve 5/6, és hogyha majd ábrázoljuk a számegyenesen, akkor már meg tudjuk határozni, hogy melyikük a több. Tehát a háromnegyed 0 és az 1 között fog elhelyezkedni, 4 egyenlő részre fogom fölbontani, és ebből a harmadikat veszem, tehát itt található a háromnegyed. 5/6, 6 egyenlő részre fogom fölbontani, és az ötödiket fogom venni, itt lesz tehát az 5/6. Itt is láthatjuk, hogy az 5/6 jobbra helyezkedik el a 3/4-től, ezek szerint az 5/6 több, mint a 3/4, vagyis visszatérve az eredeti feladatra, Dávid több csokoládét evett meg, mint Anna. Az eddigiekben láttunk már néhány összehasonlítást, természetesen számegyenes segítségével, most próbáljuk meg a törtek összehasonlítást elvégezni számegyenes nélkül. Különböző típusokat figyelhetünk meg, néhányal már találkoztunk is. A pozitív számok mindig nagyobbak, mint a negatív számok. Tehát összesen kell hasonlítani egy pozitív és egy negatív számot, mindig tudjuk, hogy a pozitív nagyobb lesz, mint a negatív. Ugyanaz a példa, amiről már szó volt. Egy másik eset, vegyes számok esetén, hogyha az egész rész különböző. Természetesen, amelyik vegyes számnak nagyobb az egész része, az lesz a nagyobb. Egy példa, 3,38-ad, illetve 8,22,27-ed, mivel a 8 egész nagyobb, mint a 3 egész, így a 8,22,27-ed is nagyobb lesz, mint a 3,38-ad. Nézzünk most egy olyan típust, amikor olyan számokat hasonlítunk össze, amelyeknek az egész része megegyezik, azonos a nevező, és különböző a számlálójuk. Tehát van egy 3,411-ed, illetve 3,711-ed. Erről is volt már szó,
Hogyha az egész rész azonos, akkor a tört részt fogjuk figyelni, mivel a nevezők egyformák, ugye láthattuk, hogy amelyik törtnek nagyobb a számlálója, az lesz a nagyobb, tehát ilyen esetben a nagyobb számláló nagyobb számot fog eredményezni. A következő típusunk olyan számok összehasonlítása lesz, ahol az egész rész megegyezik, a számláló is megegyezik, és különböző nevezővel rendelkeznek a vegyes számok. Tehát 5,5, 5,9, 5,6, tehát a számláló ugyanannyi, viszont a nevező különböző. Itt az előző típustól pont fordítva fogunk eljárni, vagyis ahol kisebb lesz a nevező, hiszen kevesebb részre kell bontani, az lesz a nagyobb szám. Ezek szerint az 5,5 nagyobb lesz, mint az 5,5, hiszen az 5 és a 6 közötti részt a nagyobb szám esetében csak 6 részre bontottuk föl, míg a kisebbik szám esetében pedig 9 részre bontottuk föl. Tehát kisebb nevező nagyobb számot eredményez. És nézzük, mi van akkor, hogyha olyan számokat veszünk figyelembe, ahol azonos lesz az egész rész, most ugye mindkét törtnél 0-0, különböző a számláló és különböző a nevező. Hogyan fogjuk összehasonlítani őket? Ezelőtt már láthattuk, hogy számegyenes segítségével ábrázoljuk őket, és amelyik jobbra helyezkedik el, az lesz a nagyobb. De mi van akkor, hogyha nincs számegyenesünk, illetve nem szeretnénk számegyenest segítségül használni? Abban az esetben ezeket a törteket azonos számlálóra, illetve azonos nevezőre kell őket hozni. Bármelyik módszert tudjuk alkalmazni. Nézzük most, mi van akkor, hogyha mi közös nevezőre szeretnénk hozni, hiszen a mindennapi feladatok megoldása közben többet használjuk ezt a módszert. Ha most megnézem a 8-at és a 12-t, ahhoz, hogy azonos legyen nekik a nevező, bővíteni kell mindkét törtet. Az első törtet, a 7/8-at 3-mal fogom bővíteni, vagyis a számlálót és a nevezőt is megszorozom 3-mal, így kapunk 21/24-et. A második törtet 2-vel fogom bővíteni, számlálót és nevezőt is megszorozom 2-vel, így kapunk tehát 10/24-et. És miután bővítettük a törteket úgy, hogy azonosak a nevezőjük, vagy a másik módszer szerint azonosak lennének a számlálók, így már össze tudjuk őket hasonlítani. Ugye azonos nevező törteket úgy hasonlítunk össze, hogy megnézzük, hogy melyik törtnek nagyobb a számlálója. Hát a 21/24 az nagyobb lesz, mint a 10/24, vagyis hogyha visszafejtem, a 21/24 az valójában a 7/8, így nagyobb lesz, mint az 5/12. Végezetül ismételjük át, hogy miről is volt szó. Megismerkedtünk a törtek elhelyezkedésével a számegyenesen. A nevező megmutatta, hogy hány részre bontjuk fel, a számláló pedig, hogy hány egységet fogunk venni. Láthattunk, hogy hogyan kell vegyes számokat elhelyezni a számegyenesen, itt mindig fontos, hogy először meghatározzuk, hogy melyik két szám között helyezkedik el. Majd megismerkedtünk az törtek összehasonlításával különböző típusoknál, pozitív és negatív szám, mindig a pozitív. A különböző egész részsel rendelkező vegyes számok esetén mindig az a nagyobb, amelyiknek nagyobb az egész része. Ha egyformák a nevezők, a nagyobbik számláló fog nagyobb értéket adni, ha egyformák a számlálók, a kisebbik nevező fog nagyobb értéket adni. És abban az esetben, hogyha különböző számláló is és a nevező is, vagy közös nevezőre, vagy pedig közös számlálóra kell őket hozni, és már az előtt látott módszer alapján össze tudjuk őket hasonlítani. Köszönöm a figyelmeteket!